szerintem mindig az van, hogy ha már megszoktunk egy számot, ahogy eljátszuk, akkor utána másképpen játszani sokkal jobb. Izgalmasabb. Izgalmasabb, igen. Mindig újdonság, persze. A Wagner Emil barátunkat felkértük, ugye a Wellhellónak a billentyűsét, hogy segítsen egy kicsit átdolgozni. És hát csináltunk egy alapot, hogy képzeltük el, elég popposra sikerült, aztán nyilván közösen tovább gyúrtuk, bekerült még egy cselló is, és akkor így alakult ki a végleges verzió igazából. Végre! Túl végre. Vagyunk aztán rajta! Aztán volt életem Slayer koncertje. Volt már rá példa az akusztik, Petőfi Rádió akusztik című műsorában még nagyon rég, hány éve? 4 és 5 éve, és azt is nagyon elvesztük. Hát meg azóta, hogy született egy csomó új dal, amit még nem dolgoztunk át, ugye akkor még a kvázi első lemezes dalokat dolgoztuk át, meg feldolgozásokat, most már azért azóta kijött két nagy lemez, úgyhogy abszolút van anyag, amiből lehet dolgozni szerintem.